A Kazincbarcika elleni mérkőzés szinte az utolsó szalmaszálat jelentette a nyíregyháziak számára a kiesés elleni harcban, a sereghajtóként érkező vendégekkel szemben kötelező volt a győzelem. Az első körben Stéjer Tamás szerzett nyíregyházi csapatpontot, a középső sorban Finca Zoltán bizonyult jobbnak ellenfelénél, így a mérkőzés kétharmadánál 2-2-re álltak a felek, és a vendégek egy fával gyűjtöttek addig többet a hazaiaknál. A zárósorban már úgy fordultunk, hogy a Kastura Zsoltnak, illetve a Fehér Bélának kellett legalább egy csapatpontot megszerezni, és a csapatfát kellett visszahozni, de az az egy fa, az majdnem olyan, mintha semmi nem lenne. Végletekig kielezett párharc volt az is. A Fehér Bélának mondhatjuk, hogy sérülten is egész jól ment a játék. Az 562 fája ugyan nem jelentett csapatpontot, néhány fával elcsúszott a csapatpontszerzés, ahogy a Kastura Zsoltnak, főleg az utolsó pályán nyújtott fantasztikus teljesítménye, fantasztikus 9-esé a legjobb kor jöttek, és azt jelentette, hogy már a vége előtt 3-4 dobással látni lehetett, hogy az ellenfelet sikerül bedarálniuk, és ez okozta azt, hogy végre valahára több mint 20 fával, de itthon tudtuk tartani az 5-3 arányban a két pontot, és számunkra ez volt a legfontosabb. A nyíregyházi játékosok legközelebb a szintén a kiesés ellen harcoló Ajka otthonában lépnek dobóállásba. Ajka nagyon nehéz pályával rendelkezik, bár legutóbbi ott tartózkodásunk alkalmával diadalmaskodni tudtunk, előtte döntetlen tudtunk elérni, úgyhogy mindenképpen bizakodóak vagyunk, hogy ponttal vagy pontokkal térhetünk haza. Az Ajka is a kiesés ellen küzd, végettő szüksége van a két pontra mindig, úgyhogy nem fogja könnyen adni a bőrét. Hát nagyon bízom benne, hogy sikerrel hagyjuk el ismét az Ajkai katlant. A Szuperliga tabelláját a Zalaegerszeg vezeti 32 ponttal, megelőzve a szintén 32 pontos Szegedet és a 30 pontos Réptelakot. A 10 pontos NTK a már bennmaradás jelentő 8. helyen várja a folytatást.